Sziasztok! Egy nagyon különleges videó a mai, ugyanis képzeljétek, elindult Magyarországon is a NYX Face Awards. Én ezzel a fekete hattyú sminkkel nevezek rá, és már most borzasztóan izgatott vagyok. De nem is szaporítom tovább a szót, vágjunk bele az izgi részbe, sminkeljünk! Első lépésként az arcom fehérségéről gondoskodom. Ehhez egy krémes fehér ceruzát használok, amit egy benedvesített sminkszivacssal oszlatok el. A nyakamra is viszek a fehér színből, és itt is alaposan eldolgozom. Végül púderrel fixálom. Rátérve a szemre, először pöttyöket rajzolok, majd pedig ezeket összekötve kialakítom a mintát. A szememet alulról szintén a tussal keretezem. A széleken a tusvonal meghosszabbításával kialakul a végleges forma. Ideje feltölteni a mintát. Szintén a fekete tusfilccel igyekszem kialakítani egy tollas hatást a belső részen. A terület beszínezéséhez egy fekete, krémes szemceruzát is segítségül hívok. Még mindig a fekete szemceruzát használva megvastagítom az alsó kontúrt. Egy krémes, ezüst szemfestékkel idézem meg a fekete hattyú tollának csillogását. Egy matt, sötét szürke szemfestékkel befestem a mozgó szemhéjam egészét, majd a már használt ezüst krémes szemfestékkel adok egy kis csillogást ennek a résznek is. Végül összedolgozom a színeket. Fekete tust használva kontúrt húzok, majd apró vonalakkal itt is igyekszem tollas hatást elérni. Mivel úgy láttam, hogy szükséges, ezért egy kis ezüstöt csempésztem még a szemhéjamra. Egy ceruzácset és piros szemfesték segítségével eldolgozom az alsó kontúrt, így füstösebb hatást érek el, no meg vérfagyasztóbbá is válik a tekintetem. Fekete szempillaspirált használok felül és alul is. Az ajkaimat egy burgundi ajakceruzával kontúrozom. A szélektől befelé haladva kicsit satírozom az ajkaimat ceruzával, a középső részt kihagyva.
egy sötét lila, matt folyékony rúst használva, szintén kívülről befelé haladva, befestem az előbbi területet, a középső részt még mindig kihagyva. Ide egy ajakecsettel világosabb burgundi színt használok, az ujjaimmal pedig összedolgozom a színeket. Egy fekete szemceruzával még drámaibb kontúrt készítek, majd egy pufi ecsettel kialakítom az elképzelt ombre hatást. Az ajkaim kontúrját korrektorecsettel és fehér festékkel élesebbé varázsolom. Ez a smink szinte kiabál egy kis csontosításért, ezért egy krémes kontúrfestéket használok az arccsont alatt és az állvonalában, amit természetesen szépen el is dolgozok, hogy ne legyenek énes vonalak az arcomon. Egy icipici matt rózsaszín pirosítót használok az orcáimon, éppen hogy csak az arcomhoz érintve az ecsetet. A mellkasomra is szerettem volna egy kis tollas mintát, ezért ide is a szememen használt eszközöket használtam, azaz a fekete túst, fekete szemceruzát, illetve az ezüst szemfestéket. A kézfejem egy sötét szürke szemfestékkel festem be először, majd a fekete tussal, illetve az ezüstszínű szemfestékkel kialakítom a mintát. Az íre a pontot a koronával teszem fel. Nos, ezzel el is készült a fekete hattyús mink, remélem tetszett nektek, ha igen, akkor kérlek szavazzatok rám a verseny folyamán. Előre is nagyon szépen köszönök minden egyes szavazatot. Sziasztok!